Egy legyen bennünk az akarat felkeresni a szenvedést, s enyhíteni azt. Így fogalmazta meg Kossuth Zsuzsanna az ápolói hivatás hitvallását. Kossuth Lajos legfiatalabb húga, az ápolóképzés kiemelkedő alakja, ráemlékeztek ma Nyíregyházán a József András Oktatókórházban. A Magyar Ápolók Napja alkalmából szervezett rendezvényen a megyében dolgozó egészségügyi szakdolgozók áldozatos munkáját ismerték el. Az ápolók munkája nélkül a mi munkánk semmit nem érne, ezt a betegeink tudják, orvos kollégák tudják, mindenki tudja, hogy milyen hatalmas nagy munkát végeznek csendben, szerényen a beteg ágy mellett. Itt több mint 50 díjazott lesz most mai napon az intézményi rendszerünk egészéből, tehát nem csak Nyíregyháza, hanem a Máté Szalka, Fehérgyalmati, Almati, Vásáros, Leményi és Nagykálói telephelyénkről is. A rendezvényen 50 ápoló kapott kitüntetést, kortól és nemtől függetlenül a szakma legjobbjait díjazták. Én Máté Szalkán dolgozom, most augusztusban lesz 20 éve a Máté Szalkai Belgyógyászati Osztály kardiológiai szakrendelést itt vezetem egy személyben. Nagyon szeretem a szakmámat, és biztatnám a fiatal generációt, hogy ők is válasszák ezt, egy nagyon szép pálya. A díjazottak kollégái, valamint megyénk képviselői is jelen voltak a rendezvényen. Az életpálya modell bevezetésével, az ápolók megbecsülésével, a kórházi kubatúra fejlesztésével megpróbál az állam hozzájárulni ahhoz a presztízs elismeréshez, amit azt gondolom, hogy megérdemelnek. Ezzel egy kicsi reményt is kifejezek, hogy az elvándorlás, a szakmai elvándorlás talán megállhat, és felelősségérzetből, a magyar társadalom felelősségérzetéből itt maradnak, itthon maradnak, és az állam még nagyobb megbecsülését tudja adni, akár anyagiakban, akár elköltségben. A rendezvényen az ápolási igazgató elmondta, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház intézményeiben jelenleg mintegy 2800 egészségügyi szakdolgozó végzi munkáját.